projekttársammal, Kocsis Tünde Sárával egy újrafényképezős mobil alkalmazást szeretnék nektek megmutatni, amit a MOBA Interface Design tanfolyamán kezdtünk el közösen tervezni, és reméljük hamarosan meg is valósul. Sziasztok! Az a lényeg ennek az újrafényképezésnek, hogy vagy egy filmjelenetből, vagy egy régi családi fotóról, ugyanazzal a beállítással el tudunk készíteni magunkról, illetve idősebb mindenkel egy fotót, hogy ugyanúgy nézzen ki, mint az előző eredeti fotó. Megnéztük, hogy, hogy egyáltalán érdemes ilyen alkalmazást csinálni, és rájöttünk, hogy igen, mert hogy az eddig interneten megtalálható fotók közül látható, hogy olyan hibák vannak, mint például nem ugyanolyan szőkbe fényképeznek, vagy jó lesz volna, ha tudtak volna valamilyen színléjét rátenni a képre. És amikor a wireframe-et készítettük, akkor arra figyeltük, hogy minél egyszerűbb legyen az alkalmazás, hogy nagyon könnyen meg lehessen tanulni kezelni, mégse egy Photoshopot szeretünk volna készíteni, és arra is, hogy mivel fényképező alkalmazás, ezért állónak és fekvőnek is kellett lenni a képnek. A dizájnnál arra törekedtünk, hogy minél egyszerűbb, letisztultabb legyen, és végig a képek domináljanak. Külön ikonokat készítettünk, hogy még szerethetőbb és egyedibb legyen az alkalmazás. Az appnál 5 különböző fázist különítettünk el. Az első a képfeltöltés, ahol feltölthetjük azt a képet, amit újra szeretnénk fényképezni, vagy kiválaszthatjuk a már applikációval készült képek közül, ami rögtön a szerkesztés fázisba kerül. Ezután jön maga a fotózás, ami számotokra talán a legérdekesebb lehet, mivel ennél a fázisnál tér az applikáció leginkább a többi fényképezős alkalmazás közül. És ezt úgy kell elképzelni, hogy az eredeti kép végig látszik egy külön léjjelen, valahogy így, és ezt a léjjelt VR-nek az átláthatóságát egy kis csúszka segítségével folyamatosan tudjuk állítgatni. Közben különböző segélypontok segítik a fényképezést. Ezután a kép a szerkesztő fázisba kerül, ahol alakítgathatjuk, hogy minél inkább hasonlítson az eredeti képhez. Ezután megosztatjuk Facebookon. Jelenleg készül az alkalmazás, a fejlesztői részben van, már beta verzió készen van, és reméljük, hogy nem sokára már le tudjátok tölteni a telefonotokra, van már Facebook oldalunk, és ennyit szerettük volna mondani. Köszönjük a figyelmet, és esetleg vannak kérdések? Még van ki. Van egy videónk, van? Készítettünk egy videót ezekre a fényképekre, hogy esetleg valaki nem sikerült megértenie, hogy miről is van szó, akkor lehet, hogy... Köszönjük! Köszönjük! Egyébként, ha megnézitek majd a Facebook oldalunkat, egy csomó példát találhattok erre a dologra. Thank you.
fejlesztéstől függ, hogy mennyi probléma lesz. Androidra fejlesztjük most, mert a fejlesztőnk is még tanul. És hogyha majd megtanult a iPhone fejlesztést, akkor arra is. Igen? Bocsi, mi volt a Facebook oldalnak a neve? Thanks. Van neki még esetleg? Igen? Mekkora hírben egy számunknak és mikor hova? Van egy Facebook oldal, de ezt honnan fogja mindenki más tudni? Hát majd ugye elkészül az applikáció, akkor tervezik a marketing részét. Ki nem maradjon egyébként, és mi az üzleti tervet? Hát az üzleti tervet még nem állítottunk elő, de hamarosan az is meg lesz. Szerintem mi az, amit a kérdőt? Hogy? Már bírunk el a végén.